Sziasztok srácok, én Lippi vagyok, ez itt a Freestyle Foci, itt vagyunk a Kelen SC-nek a pályán, és a Football Factor jó voltából kaptunk tőlük egy 18.3-as Predator cipőt, ami a legolcsóbb verzió, és ebben a videóban meg fogjátok tudni tőlem, hogy vajon megéri-e beruházni egy 90.000-es foci cipőre, méghozzá a Predator 18 pluszra, hogy elég megvenned a pont 3-as verziót. Sokszor hallani azt a mondást, hogy nem a cipő teszi a focistát, de hát ez hogy lenne igaz, hogyha közel 100.000 forintba kerül ez a cipő, és minden profin ez van, és nem a 28.000-es változat. Rengeteg külföldi YouTube-os csatorna foglalkozott már azzal, hogy olcsó cipő vs drága cipő, mi közte a különbség, de ezekben a videókban konkrét eredmény nem született, csak annyi, hogy hát egyértelmű, hogy az jobb, mert kényelmesebb, mert szebb, mert profi, mert jobb, meg mert fogba hordja, de nem volt összehasonlítva, hogy mondjuk egy akadálypályán, amit most mi fogunk csinálni, melyik cipővel lehet gyorsabban végigérni, mik a technikai részletek közötti különbségek, illetve a lövésnél mi a kettő között az igazán nagy különbség, és ezt fogjuk most tesztelni. A cipőt felhúzva rögtön érződik, hogy a pluszos verzió teljesen körbe fogja a lábat, míg a 18.3-as nem. Itt az okniszerű kialakítás inkább csak design, ezért is van rajta fűző, míg a pluszos verzió esetén érezni egy állandó szorító érzést, amitől az első 5 perc kényelmetlen, majd az érzés eltűnik, de a stabilitás megmarad. Az én lábméretem 44 2/3-os, ezért a súlyról is érdemes kicsit beszélni. A 18 pluszos 255 g, míg a 18.3-as 290, ami a modern fociban jelentős különbség. Az érdekessége az, hogy 4-4 órát hordtam a kettő cipőt, és az olcsó kategóriás az elején nagyon kényelmes volt, a végén viszont már borzalmas. A 18 plusz pedig stagnált, mondjuk a boosttal biztos, hogy sokat segített ezen. A cselek és a freestyle trükkök közben egy valami biztos elmondható a cipők felületéről. A 18 pluszos modell bármilyen érintésnél megfelelő tapadást biztosít, míg a 18.3 nem. Az ember érzi, hogy amikor a drágább modellt levesz és az olcsót felhúzza, hogy az érzés nagyon nem ugyanaz és sajnos negatív értelemben. Egyszerű példa, a 18 pluszos cipőben sokkal nehezebb trükköket mertem bevállalni, míg a 18.3-ban már nem. A cipő külseje nagyban eltér egymástól, a 18 plusz egy szépen kidolgozott, lépcsős, háromdimenziós elemekkel rétegelt felület, míg a 18.3-nál egyáltalán nincsenek bordák, hanem egy barázdált felület az egész, egy öntött műanyag, ami prémium hatást kelt, de közben nagyon nem hozza ugyanazt a teljesítményt. A lövéstesztet egy egyszerű crossbar challenge-el szemléltetem nektek. Ami érdekes volt, azt a végén halljátok tőlem, teljesen elkeseredetten, amit pedig nem, az az, hogy a 18.3-as modell esetén hiába tűnik vastagabbnak a sarokrész, egyáltalán nem támaszt ki oldalra, ráadásul a stoplik is kisebbek, így nincsen meg a megfelelő kitámasztás a lövéseknél. Találd el! Nem tudom megválasztani az erőt, érted? Szóval, hogy amikor lövöd, a másikba, a többinél, így tudod, hogy mindig ugyanúgy lövöd meg. De ennél, hogyha keveset teszel be, akkor nem ugyanaz, mint annál. És ez tök zavaró.
Nagyjából minden YouTube videó eddig szokott tartani, és tudom már a kommenteknél vagy, hogy leírd, te az olcsót veszed meg, mert nincsen különbség, és amúgy is Ronaldo egy 2000 forintos cipőben is 5 aranylabdát nyert volna. Ez az, ami nem igaz, a foci cipők közötti különbség nem akkor mutatkozik meg, amikor az ellenfeleden egy drága cipő van, rajtad pedig egy olcsóbb és lefutod, vagy beszűrözöd, mert az emberek különböznek egymástól, és az ellenfeled lehet nem olyan jó, mint te. Kettő cipő közti különbséget csak egy versenyben tudod összehasonlítani saját magad ellen, és akkor tudod meg, hogy a valóban igaz-e az állítás, hogy bármilyen cipőben ugyanolyan jó vagy. Na, Bálinttal össze is állítottuk az akadálypert, úgy fogjuk kezdeni, hogy először labdát kell vezetni a 11-es pontig, ott le kell tenni az egyik labdát, vissza kell futni sprintbe a másikért, az a végig kell dekázni a 16-asig, és le kell tenni talpal a labdát, majd át kell futni oda, ahol a labdát látjátok, meg kell érinteni a 4 különböző búját, befutni középre, ott kell csinálni 3 világkört, hogy legyen egy kis nehézség, azzal a labdával elindulsz sprintbe az 5 bújáig, slalom vezetés oda, megállítod a labdát, átemeled a kapu felett, 2 kapu között elpasztolod, megkerüled a kaput, jössz, lövés, futásból meglövöd a labdát, be kell menni a kapuba, ha nem megy be, akkor hozzáadodik az időt, az plusz 1 másodperc, a következő a 16-asnál lévő labda, felső lécet kell, hogy lőjél vele, ha nincs meg, akkor ugyanúgy plusz 1 másodperc, végül 11-es ponton lévő labda, oldalhálót kell, hogy eltaláljad, ha nem, még plusz 1 másodperc, és az összidőből megtudjuk, hogy melyik cipő a jobb. Run. Számítasz? Egy alá. Egy alá? Egy alá. Hát első próbára ráverek az előző időre, és egy alá bemegyek. Simán rámegyek, és úgyhogy felső léces, az biztos meg lesz. Run. I'll be holding you. Felső léc? Felső rész, egy alá rávertem. És még hibáztam is. Úgyhogy ennyit számít amúgy. De az a durva, én sem hiszem el. Tehát az előző, az ennyi, ez 10 próbát csináltunk, és egy alá egyszer se. Ezzel elsőre. És nem csaltam, te is láttad. Ha izénél pont 3-asnál nem volt benne langyiság, hogy eljúzsgál. Egyszerűen ennyit számít, hogy kitámasztam, ekkorák a stoplik. De mi volt a fő érv, ami miatt ez jobb? Gyorsabb. Amikor megállsz, elindulsz, ezek annyira mások a két cipőnél, hogy elképesztő. Meg hát érzed, hogy nem csúszkál benne a lábad, körbefogja. A szarás ez a cipő. Na, akkor egy kis összefoglaló. Na most, amikor lejöttünk ide a pályára, akkor még én is így szkeptikusan álltam a dolgokhoz, hogy hát a pluszos verzió úgysem lesz annyival jobb, mint a legolcsóbb verzió. De nagy meglepetéssel nem így van.
ha profin futballozol, vagy valahol játszol, és 90 percen keresztül fociznod kell egy meccsen, akkor ez a cipő nem elég jó ahhoz, hogy rajtad legyen, és értelemszerűen egy drágább verziót kell, hogy megvegyél, mert egyszerűen kényelmesebb, jobban bírod benne, a pluszos verzió esetében ott van a booster, tehát nem is fáradsz el annyira, sokkal mozgékonyabbá, dinamikusabbá, lobbanékonyabbá tesz. Na de akkor kinek ajánlom a Pont 3-as felzőt? Először is azoknak, akiknek nagyon fontos az ár, és nem szeretnének sokat költeni egy focicipőre. Másodszorban, akik az utánpótlásban nevelkednek, és folyamatosan cipőt kell váltaniuk, mert folyamatosan kinövik azokat. Azoknak tökéletes választás ez, mert egyszerűen fél év után ez a cipő amúgy is szét fog menni, és addigra már úgyis újat fogsz venni. Hogyha fontos az ár, de ennél jobb cipőt szeretnél venni, akkor a Pont 2-es verziót neked találták ki. Ugyanis végig Control Skin borítása van, ami a pluszos verzión is rajta van. Hogyha annál is jobbat szeretnél, akkor a Pont 1-es verzión, ugye ott van a fűző, de ugyanúgy már zokniszerű a bebújás, és teljesen felveszi a lábad formáját a cipő. Illetve ha jobb vagy, mint én, vagy jobb vagy, mint Pogba, vagy ugyanannyira jó, akkor természetesen a pluszos változatot javaslom. Hogyha pedig teljesen meggyőztelek, hogy már pedig neked csak és kizárólag pluszos verziójú Adidas cipőre van szükséged, akkor irány a Football Factor oldala, ugyanis ott meg tudod vásárolni a legújabbat, illetve a korábbi verzióknak a pluszosát, például az észnek a purkontrollját is meg tudod vásárolni, ami már értelemszerűen kicsit olcsóbb, és már közel van ahhoz a szinthez, mint mondjuk a Pont 2-es verziónak az ára. Köszi srácok, hogy megnéztétek ezt a videót, hogyha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot, illetve kommentbe írjátok meg, hogy mennyi az a maximum összeg, amit ti kiadtok egy focicipőért, vagy mennyit adtatok ki valaha. Én Lippi voltam, ez a Freestyle Foci volt. Sziasztok!